Egy L29-es Delfin bemutatójával és áthúzásával indult a megnyitó a Burgundy repülőnapon. A nagysebességi sugárhajtású gép és pilótája volt a délelőtt sztárja. Korábban ilyen L29-es Delfin repülőkön képezték ki a vadászpilótákat Közép-Európában. Mára már csak egy-egy veterán darab található belőle. Az egész világon mindössze 20 üzemképes gép lelhető fel. Magyarországon pedig ez az egyetlen magántulajdonban lévő működő darab maradt. Ilyen repülőgépeket használt valamikor a magyar légierő. Ha jól emlékszem, 64-től 84-ig volt Magyarországon is 20 darab rendszerben. Tehát ez a típus, ez mindenképpen köthető. Ez Magyarországon egy történelmi jelentőségű repülőgép. Az első űrhajósunk Farkas Bertalan is ilyen gépen kezdte bontogatni a szárnyait. Sokan kifejezetten emiatt a történelmi jelentőségű repülő, illetve a légiparádén nagy számban jelenlévő veterángépek miatt látogattak ki Burgundyre. Minden évben vendégeink az oldtimerek is. Láthatunk itt olyan repülőgépet, mint a Likettes, amiből a világon egyetlen egy van és repülőképes. Ezt egyébként a kilátogatók ki is próbálhatják, hiszen séta repül egész nap. De hát ilyen a Pokettes és a Kánya repülőgép is, ami úgy szintén egyedülálló a repülőgépek sorába a koránál fogva. A programot idén is kétfelé bontották a szervezők, a polgári repülés szerelmesei ugyanúgy megtalálták a számításaikat, mint a katonai gépek iránt érdeklődők. A lakosság repülőgépek miatt jön ide, de itt rengeteg más olyan program van a Magyar Honvédségnek, a Veterán Klubnak, illetve sétarepüléses programnak, hogy az emberek többsége ez miatt is kilátogat ide. A repülőnapon újdonságokkal is találkozhattak a kilátogatók, hiszen tavaly óta elkészült a reptér új hangárja. Ezzel kapcsolatban Fehérvár polgármestere felhívta a figyelmet, hogy mindez az Albatrosz és az önkormányzat összefogása nélkül nem jöhetett volna létre. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a közös munkával még tovább juthatnak a következő években. Látható mögöttem is az a hangár, amit már az Albatrosz készített, amin belül egyébként megelevenedik a története, a repülés történeti vonatkozásban magának a Burgundy repülőtérnek is, és persze a fejlődésre a jövőre is lehetőséget ad számunkra. Szeptember végi közgyűlés pedig már a megvalósíthatósági tanulmány elfogadása után, ami elkészült, már a tervező kiválasztására vonatkozó eljárást fogja elindítani, tehát megy tovább az a fejlesztés, ami tovább fogja a repülőtért jó értelművel kihasználni. Az idei repülőnapra több ezren látogattak el Burgundyre, de talán a legkisebbek élvezték leginkább a parádét. Ők a délutáni katonai bemutatókat, így például a Kecskemétről érkező Gripeneket várták leginkább. Vadászgépet, repülőt, meg helikoptert. Kora délután a várva várt Gripenek meg is érkeztek Burgundyre, a közönség nagy örömére. A repülőnapon a sétarepülések és légi bemutatók mellett hagyományőrző bemutatók is várták a kilátogatókat.